Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön a Dying Light. Zombi játékok, meresz kell a világnak, adjatok nekik zombi játékokat. Nem mintha nem látnánk elég zombit így is manapság az utcán. Embert manapság az utcán. Ezért hozzunk még több zombi játékot. Nos, lássuk, mi az Isten nyile ez a Dying Light. Ugye valamikor, hát már lassan egy éve talán, hogy kijöttek az első pletykák, elindult a hype a Dying Light-tal kapcsolatba, és az összes trailer, gameplay, minden, ami kijött, nagyon érdekes kis zombi koncepciót akart ide elhozni nekünk, hogy őszinte legyek, és gondoltam, hogy ez tök jó lesz ez a játék, megveszem, csinálok egy több faszú gameplayt belőle, és felrakom a csatornára, élvezzétek meg, na mindegy. És ahogy így telt az idő, néztem egyre többet ezt a játékot, mondom azért, megnézzük mi még ezt a játékot mielőtt megvásárolnánk, és megnézzük, hogy hogy szuperál, és hogy tulajdonképpen mit váratunk tőle, azért, mert minden szarságot nem fogunk előrendelni helyből, vagy megvenni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kipróbálom előtte, ha értitek, mire gondolok. Na, és hát mit kapunk a Dying Light-tól, lássuk csak. Kapunk egy ócska sztorit, nem nyűgözött le az történet, mi a sztori, hát természetesen van valami kór, aztán az elszabadult egy városba, amit karantén alá zártunk. Te, a fő karakter, aki egy nagyobb vállalatnak dolgozik, beépül a városba, gyakorlatilag ahogy már indul a történet, gyakorlatilag már bajba kerülsz, és hál' Istennek a jó fiúk kimentenek, és elindul a történeted, megpróbálod fel, de ugye megpróbálod a titkos dolgaidat nem elárulni, és csinálni a feladatodat, közben úgy a feladatokat kapsz a helyiektől is, a jó fiúktól, akiket megmentettek, és a kettő között próbálsz lavírozni. Valószínűleg lesz benne egy nagyon gyenge csavar körül, hogy előbb-utóbb lehullik mindenről a lepe, hogy mi miért történik. Kiderül, hogy a jó fiúk tényleg annyira jó fiúk, hogy már valószínűleg megszereted őket. Nem mentem végig a játékon, ez a Necrocrim-féle lehetséges forgatókönyv, és természetesen a nap végén megmented a világot. Na de a téma maga, ugye hát ez van, nem túlságosan bonyolult. Valószínűleg itt-ott megvannak a csavarok, itt-ott elhullanak a kedvenc karakterek. Most így, hogy már egy kicsit bementem jobban a játékba. És emiatt a játék megint csak ad egy ilyen érdekes, egy ilyen, hogy mondjam, ilyen goofy fordulatot az egészben, mert miről szól a játék? Hát van egy aféle, nem tudom, ilyen RPG stílusban megtervezett valami, szintlépés van, craftolni kell, mint az őrület, és azon kapod magad, hogy a játék legnagyobb részében csak dolgokat gyűjtögetsz a túléléshez, ami mondjuk egy olyan stílusú játékosnak, mint én, aki szeret pörögni, szeret zúzni, vagy ilyesmi, nem kifizetődő, viszont nagyon is kifizetődő mindazoknak, akik szeretnek elveszni egy csodálatos környezetben, mert a játék nagyon szép. Szeretnék eltölteni ugye a nyugodt kis napjukat egy ilyen zombi apokalipszisben, és zombikat zúzni, minél kreatívabb fegyvereket csinálni. És itt jön a kettőssége a játéknak, hogy csinálsz ilyen bugyut a fegyvereket, és az a napjában így ölöd a zombikat. Aztán az egész, mikor bejön az éjszaka, akkor átfordul egy ilyen horror, master horror PC, és nem tudod hova tenni. Szóval valószínűleg így a játéknak megvan ez a kettősége, és hogy hát nappal van, megyünk zombikat ölni, értitek? És aztán este a kurva életben, csak érje már végét ez a küldetés, mert összefosom magam, mert akkor jönnek a parkour zombi. És a parkour zombik azért igen-igen csak szétszednek. És persze van többféle zombi is, és nagyobbak, erősebbek, stb. Kicsit ugye mondhatni azt, hogy néhol ilyen dead, mi a francia neve? Left 4 Dead feelingje volt az egésznek, de mondom, egy időben az a számomra az volt a legnagyobb baj, hogy azon kapod már magad, hogy loot, 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 craft, 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 loot, craft. Na, és akkor ebből áll ez a játék egy ilyen többségében, de viszont aki egy gyorsabb játékos, gyorsabban szeret túlmenni a dolgokon,
az is talál megoldást, tehát végig lehet menni úgy a játékon, hogy gyorsan, mondjuk úgy, hogy én szeretem, hogy a minimálisat lootolom, és inkább a sztorira és a játék élményre fokozódik, de viszont akkor a minimális dolgokkal is fogod kivinni a játékot, minimális fegyverekkel, mindig bajod lesz a fegyverrel, mindig elromlik a fegyvered, nem lesz mivel megjavítsd, így aztán az egész egy ilyen parkűrözésbe fordul el, és a játéknak a másik érdekessége, a másik érdekes koncepciója, ez a parkűrözés dolog, így próbálták megszínesíteni ezzel az egészet, és ez a része nagyon is jól sikerült, és nagyon toppon kellene a parkour skill-e, főleg ha leszáll az éjszaka, de akkor erre oda kell figyelni, mert ha nem, akkor jönnek, azt megcsámcsognak, de mint a szart. És bár ügyetlennek tűnnek a zombik, mégsem olyan ügyetlennek, mert egyik pillanatról a másikra ott találod magad, hogy már is körbe vagy véve. Hál' Istennek nappal tényleg nagyon gagyig. Nappal az, amikor szórakozásból ölhet zombit, de azért, mikor leszáll az éjszaka, akkor oda kell figyelned, és a parkour skilleket topra kell helyezni bizony ám. Nos, a zombi ölés technikáiról annyit, hogy nagyon sok fajta módszer van, elterelheted a figyelmüket, felgyújthatod őket, felrobbanthatod őket, mindenféle elterelést csinálhatsz azért, hogy elérd a célodat, úgyhogy valószínűleg később majd még nem járok, ott lesznek lőfegyverek is, és a többi, és a többi. A játék úgy összességében fun, de zombi játék. Sok zombi játék. Aki játszott a Dead Island sorozattal, valahol van a kettő között némi hasonlóság. Ez szebb, és van benne ilyen parkürözgetés, meg futás. De ugyanúgy feladatról feladatra mész, és a sztori annyira lassan bontakozott ki, tehát az epilóg magán, mire végigmentem, én azt hittem, hogy így, Úristen, hát még menj el ide, menj el oda, menj el amoda, fölösleges kör, van benne elég, azt kell mondjam, úgyhogy erre számítsatok sok-sok-sok keresgélésre, gyűjtögetésre, sok-sok-sok craftingra, sok-sok-sok parkürözésre, még több zombira. Ez a játék, hogy is mondjam, egy nagyon jól bevált receptre rárakott játék, semmi több. Ja, igen, ez a tökéletes megfogalmazás, egy nagyon jó receptre rárakott játék. Minden megvan benne, ami egy jó játékhoz kell, de semmi sem különleges benne. Igen, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!